A kormány megszüntetné a pedagógus bérek minimál bérhez kötését. Ez a Nemzeti Pedagógus Kar szerint a tanárok többségénél reálbér csökkenést fog eredményezni. A szervezet szerint ugyanis eddig ez jelentette a garanciát a jövedelmek értékének megőrzésére. A kar szerint félő, hogy a megváltoztatott szabályok mellett a szeptemberben esedékes 3% körüli béremelés már 1%-os évi infláció mellett is a pedagógusok többségénél reálbércsökkenést eredményez. Mendrei László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Lehet, hogy már nem is kellene annyira nyomon követnünk azt, hogy melyik nap éppen miért és kik tüntetnek, már hogy kik a szervezők, mert hogy lassan tényleg összeérnek a szálak. Tehát akkor, amikor a költségvetésről beszélünk, akkor bizony ott lehetnek azok, akik a szegénység ellen tüntetnek, ott lehetnek azok, akik az oktatásért aggódnak, mert hogy abban úgy mind benne van. Holnap kik lesznek a tüntetésen, tehát a szervezők mire készülnek, hogy mi ellen lesz maga a tüntetés? Azt azért hozzá kell tenni, hogy a kormányzat kiváló szervezője ezeknek a tüntetéseknek, tehát minden nap van olyan újabb és újabb ötlet, hogy teszik, akkor képviselői szavazás, ami miatt érdemes utcára menni, mert az emberek azt gondolják, hogy nem hátrálhatunk tovább, hiszen elértünk a falig. Itt most ezen a holnapi tüntetésen azokat várjuk, akik az összes eddigi demonstráción részt vettek, tüntettek a netadó, tüntettek a korrupció ellen, tüntettek a pedagógusok megcsorbítása ellen. Tehát magának a tüntetésnek mi a tárgya? Tehát mi a hívó szó, vagy hívó mondat? A hívó szó az, hogy elértünk a falig. Hát innen tovább nem mehetünk, innen most már, ha úgy tetszik, akkor tárgyalásra kell kényszeríteni a döntéshozókat, a kormány tárgyalásra kell kényszeríteni a döntéshozókat, mert elértünk a tűrés határunk végéig, nem tudunk más megoldást, mint hogy olyan akcióba kezdünk, amelyik kényszerítő erővel foghatni a kormányra, hogyha nem érünk el eredményt a tárgyalásokon. Mi ez, folyamatos tüntetése? Hát nem árulnék el azért minden titkot, de lehetnek ilyenek a folyamatos demonstrációk, hogyha figyelték, akkor már januárra azért már van egyfajta menetrend, tehát hogy ne ringassa magát senki is abba a tévhitbe, mint 2012-ben a diák tüntetéseknél, hogy jó, majd jön a karácsony, meg a virgődi szakasz, hazamennek, és tényleg ez történt, ez volt az időszak alatt pedig gőzerővel dolgoztak azon, hogy megosztják a diák szervezeteket, ügyesen tették idézőjelbe téve, és szintén idézőjelbe téve jól tették a dolgokat, most ez nem fog sikerülni. De a tüntetés sorozat, ha úgy tetszik, akkor ez csak az egyik lépés. A szakszervezeteknek vannak más eszközeik, ilyen például a legkeményebb nyomásgyakorló eszköz a sztrájknak a kérdése. A PDS december 3-án eljutott egy levelet a miniszterelnöknek, amelyben sztrájkbizottsági tárgyalásokat kezdeményeztünk vele, hiszen a válaszmányunk úgy döntött, hogy látva ezt a költségvetés előterjesztést, amelyik megvonja a pedagógus bérnek a nyomkövető jellegét, hogy ez így nem mehet tovább, és üljünk le és beszéljünk, rengeteg más dolgot is felsoroltunk. Hát erre 5 napon belül kellett volna válaszolni a miniszterelnöknek, 10 nap telt el azóta, ez még nem történt meg. Attól függetlenül nem térhet ki ezzelől a kötelezettség alól. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb tárgyaló azt ahhoz fogunk ülni, hogy eredményt érünk el, azt nem tudom garantálni. Akkor, amikor az internetadó elleni tüntetés volt, és láttuk a tömeget, aztán utána politikusok, nem politikusok, mindenki próbálta elemezni azt, hogy mitől, miért, hirtelen ennyi ember miért vonult az utcára, ha eddig nem, pedig lett volna ilyen vagy ehhez hasonló ügy, amiért kiállhattak volna. És ugye nagyon sokszor szóba került a félelem, mint kifejezés, tehát, hogy átszakadt valami, és mostantól kezdve az emberek vagy legyőzték a félelmüket, vagy azt mondták, hogy már nincs mitől félnem. És azóta azért voltak már különböző történetek, amikor TV társaság riportere megkereste például a tüntetők szervezőit, vagy lapokban megjelentek különböző akármilyen, akárhány évvel ezelőtti ügyek. Szóval, hogy nem vetette ez vissza a szervezőket, hogy most akkor ugyanolyan bátran kiálljanak decemberben és januárban is? Hát én az összes társam nevében én igazából nem tudok nyilatkozni, azt tapasztalom, hogy úgy általános félelem nincsen. Ahogy ugye elmondtam az előbb, mert a hátunk mögött már csak a fal van, tehát ott azért meg tudjuk vetni a lábunkat, nem tudunk tovább hátrálni, meg azt gondoljuk, hogy a számunkra a legnagyobb védettséget a nyilvánosság adja, tehát minél többször, minél hangosabban lépünk föl, minél többször kapunk lehetőséget, hogy a médiában megjelenjünk, ez ad egyfajta biztonságot, illetve védettséget, hogyha úgy tetszik. És hogy miért van kint annyi ember, és miért jönnek egyre többen, miért voltak ott például a netadó elleni tüntetésen annyian, hát azt gondolom, hogy
hogy minden pohár kicsordul, egyszer túlcsordul, most éppen ez történt, és nem látjuk azt, hogy a poharat töltő kéz visszafogna magát, hanem tovább tölti azokat az ingerdús ötleteit bele ebbe a pohárba, ez szép kis képzavar volt, elnézést kérte, ami hergeli az embereket. Mi lesz a holnapi menetrend? A holnapi menetrend szerint 18 órakor este 6-kor találkozunk a József Nádor téren, 6 óra 10-4 hét felé elkezdődik a demonstráció, három helyen fogunk demonstrálni a József Nádor téren, aztán meglátogatjuk a Napszékházát, és eljutunk végül az Alkotmány utcába, ahol az ott fele mindegyik helyszínen lesznek beszédek. Lesz egy mozgó színpad egy teherautó platója, amire megfelelő technikával rendelkezünk, és az ott a NAV-nál például arról fognak beszélni az ott lévő szónokok. Az Alkotmány utcában pedig ott egy komoly kiépített színpad lesz. Tehát ott akkor több szónokra is készülnek. Akkor meglátjuk, köszönöm szépen, hogy itt volt, mert természetesen közvetítjük a holnapi tüntetést, és mint ahogy az összes eddig itt láthatták itt az ATV-n.